A fővárosi közgyűlés december 3-ai rendesülésén 29 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a testület új szervezeti és működési szabályzatát. Döntött a közgyűlés az új bizottsági struktúráról és a tagokról. Ez szerint 7 testület alakul. Az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Költségvetési Bizottság, a Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterülethasznosítási Bizottság, az Ügyrendi Nemzetiségi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság. A közgyűlés 2 fővárosi cégvezetőjét váltotta le, illetve nevezte ki. Új vezetője lesz a Főváros Vagyonkezelő cégének, valamint a BKK-nak. A Budapesti Közlekedési Központ új vezetőjét, Dobóczi Kálmán közgazdászt, a Közlekedéstudományi Intézet korábbi igazgatóhelyettesét a képviselők nagy többséggel választották meg. A kúria korábbi jogtechnikai észrevétele nyomán a közgyűlés módosította korábbi hajléktalan rendeletét, és meghatározta a főváros azon területeit, ahol tilos az életvitelszerű tartózkodás, azaz ezeken a helyeken nem élhetnek hajléktalanok. Ezek a területek a korábban már meghatározottakon kívül a Margit-sziget, a Népliget, a Normafa, a Római park. Ez a rendelet attól, hogy a kúria néhány pontját megsemmisítette, és ezért ugye a fővárosi közgyűlésnek ezt a rendeletet módosítania kell, ettől még nem lett humánusabb, nem lett még emberségesebb. A hajléktalan ellátás arról szól, hogy adunk halat, nem arról szól, hogy megtanítjuk az embert halászni. Jelesül azt gondolom, hogy a hajléktalanság megoldása elsősorban lakhatási kérdés, és ezek a jelenlegi hajléktalan ellátó intézmények konzerválják a jelenlegi állapotokat. Valamennyi mérhető paraméterbe javulás következett be a korábbi állapotokhoz képest. Tudja, ha korábban mindent olyan jól csináltak, akkor nem tudom, mitől maradtunk itt nekünk az úton a több ezer hajléktalan. Nem tudom, mitől teltek meg az aluljárók, ahol a szerencsétlen sorsú emberek a dolgokat is végezték. A férőhelyek számát bővítettük, komfortosítottuk, kórházat létesítettük a számukra. Gondoskodtunk a biztonságukról, és több száz ilyen embernek biztosít munkalehetőséget a sok közszolgáltató cégünk. Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben erőteljesebben kell oda nyúlni és segítőkezet nyújtani. Tehát az a kérésem, hogy mind a hajléktalan ellátásban, mind a szociális háló fővárosi önkormányzatot érintő feladat tekintetében erősítsük meg az eddigi erőfeszítéseinket. 9 milliárd forint támogatást kap a kormánytól a főváros a közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatására. A közgyűlés egyhangulag fogadta el a Magyar Állam és a Fővárosi Önkormányzat között a 4-es metróhoz kapcsolódóan létrejött támogatási és elszámolási szerződés megkötéséről szóló javaslatot. Ez a szerződés és megállapodás arról szól, hogy a Fővárosi Önkormányzat további támogatást kap a kormánytól 9 milliárd forint értékben a közösségi közlekedés finanszírozására. Pontosan a 4-es metró üzemeltetési költsége egy éves viszonylatban mennyit jelent, ugyanis elvitathatatlan az, hogy a 4-es metró egy rendkívül drága, aránytalanul drága beruházás volt, és amennyire tudom, igencsak költséges a fenntartása is. Bár az 50-es években történt, hogy leállítottak föld alatti metróépítést, itt a megkötött hosszú évekkel korábban megkötött szerződések miatt erre nem volt életszerű lehetőség, nem volt alternatívánk. Ami a 4-es metró éves üzemeltetési költségét illeti, erről még tapasztalati szám nincs, képviselő úr, a prognózisok 6-7 milliárd forintról szólnak évente. A közgyűlés pályázatok támogatásáról is döntött, amelyek a környezetvédelmi és műemlékvédelmi kezdeményezések megvalósítására teremtettek lehetőséget. Elfogadta Budapest integrált területi programját is a közgyűlés. Az integrált területi program a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési tervezés segítő részdokumentum, amely a fővárosi és a kerületi fejlesztési elképzeléseket veszi sorra. Ezek között szerepel a Dunamenti területek összehangolt fejlesztése, a barnamezős területek fejlesztése, a szociális városrehabilitáció, az intelligens közlekedés, az épület energetikai fejlesztések, valamint a gazdaságélénkítési és a munkahelyteremtési projektcsomag.
A program mellett 26-an szavaztak, 4-en tartózkodtak.